Sziasztok, ez itt a Lido csatorna, és ebben a videóban egy madár papagáj röptetéssel jöttünk, és ezt a papagájkámat úgy hívják, hogy Peti, és őt fogjuk most megröptetni ebben a videóban, vagy megpróbáljuk. Igazából elég akadékos, de mindegy, azért nézzétek nyugodtan őt. Maradjál már nyugton. Most ott van fent. Gyere le, Petike. Igen, ott van a legtetején. Dan, dan, dan. Most ott van a Playmobiloknál, és most lerepülni készül. És amit látjátok, rá is lepült. Jaj, Petikém. Most megmutatom, hogy hogyan szedjük le innen. Ezt így oda teszem. Általában. Itt szokott repülni, de most nem engedem neki. Ne nyitok az a szárnyat. Jó, most ott van a földön. És nagyon cuki sétál. Indul! Ups. Megpróbáljuk még egyszer oda reptetni. És közelít! Úristen! Hoppá! Bele fog akadni. Na! Igazából el sem tudjátok inni, mennyire nagy öröm röptetni egy papagát, és nagyon cuki! Na, még egyszer megpróbáljuk Petikét oda röptetni arra a kék helyre. Na, Peti, figyeljél! És... Na, engedj el! Ennyi. Remeg is van, csak innen el leszállj, mert Petike. Jaj, ups, bocsi. Nagyon cuki vagy! Ő igazából egy nimfa papagáj, és elég buta. De nagyon-nagyon tud csípni. Na. Azt ide szállt, vagyis igazából ide tettem erre a kis cuccra, és most majd megpróbáljuk megint reptetni, amit egy ragasztópisztolynak a töltényével fogunk megcsinálni. Ahogy ha fel szeretnétek venni a papagájatokat, csak rakjátok a lába elé a cuccot, amit akartok, és oda fogjuk megint megpróbálni. Júj! Ez nem nagyon sikerült. Itt van Petike, amint most nézelődik, és fordulj el, és megpróbáljuk megint reptetni, de most nem az ágyamra szállsz. Menj! Repülésre felkészülni! Felkészülni! Jaj, Petike! Na. Jaj, ne! És most akkor Petivel búcsúzunk. Ez volt Peti életének az első része. Ha szeretnétek több részt ebből, akkor jelezzétek egy lájkkal, és hogyha meg lesz 10 lájk, akkor folytatjuk Peti életét.